Hát drága arany követőim és rajongóim, szeretettel, a legnagyobb tisztelettel kívánok nektek nagyon boldog húsvét reggelt. Főtámadás, megindultunk, édesem, most a Marcihoz rohanok, hogy készítsen egy jó vadast, meg egy jó húslevest, édesem. Nincs kedvem főzni, megyek a Balatonra, érted, vendégségbe, egy balatoni húsvéti ebédre, aztán taka vissza a fővárosba, úgyhogy csak leugrunk, fölugrunk. Na most kézzel, de tegnap megnéztem egy nagyon érdekes filmet, majd mindjárt be is idét, YouTube-os a Cilla, tudod jól, és már rám szóltak, hogy nem mondjam, hogy öreg Cilla, de mi? Anyukám, mondhatom, nézd, hogy ilyen fiatal vagyok, ugye, bármikor ott adok. Az a Wyomingben játszolik, most már mindjárt megkeresem, hogy mi volt, egyébként egy perről szól, amikor Wyomingban két fiatal agyonver egy másikat, kikötözik mindent. Úgyhogy arról szól, tudod, az előítéletre szól, mert ugye ez a fiatal Matthew-nak hívják, mert az meleg, és igazából azért verik agyon, és kínozzák meg, és kötözik ki, mert meleg. 98-ban játszódik, tehát már ott elindulnak ugye ezek a fajta polgárjogi mozgalmak. Mindegy, nem mutatlak ezzel, nézd meg a filmet, tényleg nagyon jó, anyukám, tegnap ízzel lögtem be, valami gyilkosság, nem tudom milyen a címe, tudom, mert mi lehet, kamem. J'ai commencé à regarder et c'était tellement intéressant. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Most a boti barátommal megindulunk, édesem, kellemes húsvét ünnepeket, taka. Szányukám, a Cilla filmajánlóban most ennyit ajánlok, most nem jut eszembe a filmnek a címe, de már mindjárt lököm, belnézem, és akkor meg tudod nézni, halálérdekes, egyébként halálérdekes, az egész per, az érzelmek, amiket kiváltanak, és Wyomingban egyébként már elfelejtettem a nevét, ne guruljál már, majom, csicska, ásványvíz, hallod, ja, meg a szódasztrímes, tudod, hülyeség, fő ne robbanjon. Szóval nagyon, tényleg nagyon érdekes, hogy milyen indulatokat vált ki, meg ugye Wyomingban ez a kisváros, ahol ez megtörténik, ez egy ilyen kis pöti hely, el tudod képzelni, úgyhogy, hát amikor vidék, mit mondjak, lököm be, nézzed, millió csók, legyen szép a húsvét vasárnapot. Aztán még jelentkezek, nyugodjál el. Arany követőim és rajongóim, itt vagyunk, nem tudom hol, Palóznak fölött puposzítom magamat, ugye itt a Balatonon a nyugám, és találtunk egy kis széttermet, ahol, hallod, elvitelre, szigorúan elvitelre tudunk, még szőlőszi kocsma. Teljesen puposz, kézzel, de most nézek, ezeket el tudod vinni, hála jó égnek, anyukám. Én érted, aki a konyhát, van tyúkhús levesszük, tök főzelék, csilisba, blecsó, csirke, paprikás, galuska, fogasfilé. Na most én fogasfilét és egy jó tyúkhús levesszel fogom puposítani. Nézzem, szőlőszik, azt mondtam, hol vagyok. Hát ez mindjárt megmutatom, hogy a szunkát hogy kell készíteni. Fogadj, Mr. Elnök úr, megcsináltam. Hát anya úristenet, jó legyen nekem. Bugyogjon az a sonka. Jó van, anyukám, hát igen, tűfész ide vagy oda. Ja, mindjárt. Így van, hát hozzák az ebédet, ugye a kerthelyiségbe eszünk, a szőlősi kocsma személy, Boti barátom, és Danika, ugye, Gál Dániel. Meghozták a fő csicsát? Ne haragudjon már a világ. De jól néz ki. Itt eszünk, anyuka, szőlősikek, Cilát kivágták a padra, így a fűzfa, izé, hátam mögött, itt izé őrjönk. Na hát itt van, Botika itt éppen. Boti? Nagyon téves. Elnézést, hát a kiflik azok tegnapiak, de ingyen vannak, csak ingyen kifli, Istennek hála. Hát itt vagyok, Arendleg, a követő rajongó. Nézzek, bemutatom a Magyar tengert, érted? Nekem a Balaton a Riviera, nekem a Jánoshegy a Himalája. Hallod, gondoltam egy pár szót ejtsünk már a húsvéti majomkodástól. Sanyika, jó lenne, ha jönnél és a testedet megemelnéd, pardon. És egy pár mondat tudod, hogy te, ja, nem, ám egy. Egyetlen most nézzük már meg, hogy a nyúl, a tojás, a húsvét, az egyetlen hogy jött össze. Miért festjük a tojást, és mit jelképez, mert nem tudom, hogy te ezzel tisztában vagy. Ilyen környezetbe hoztam, hogy ki le is rony. Dík mekkora, csicskató, várjál már. Sanyi, nézd meg, a szikrám. Hát ez a liberális nevelés. Lökjed oldalba, anyád úristenét!
azt kell tudnod, drága aranykövető, magyar tenger, mit gondolsz? Nézd, Sanyit, hogy Szanyika, le ne menjél ott, hogy ott jön a hülye vonat. Szóval azt kell tudnod, képzeld el, hogy a húsvét, húsvét, hülyeség. Képzeld el, az egyik legnagyobb egyházi ünnepünk egyébként. Jó, akkor meneteljél. Hát a... Ne velem. Le ne menjél, már ott jön a csicska vonat. Hogy a húsvét egyébként, ez egy zseniális a magyar nyelve, ugyan a húsvét ott egy 40 napos bőjt előzi meg. Nem tudom, hogy tartod, de nem nagyon tartják. De hát ez a mi ramanánunk, ugye? És mit mond? Hús, vét, tehát mikor lemegy a bőjt, pif, vételezem magamhoz a hús, tehát ebből van hús. Mert a feleség az miből van? Feleség, nem segség. Tehát a, valaminek a fele, akkor vagy egész, amikor a szonka ott van az oldaladon. Addig neked taka, mit gondoltál, szonkász? Most a másik anyukám, a nyúl. Na most ugye tavasszal mi történik, anyukám? Főt, kérted, megújulunk, tavasz van, dagada, már mondtam, és akkor ugye a tojás az a termékenységnek egy szimbóluma, és a nyúl is a termékenység szimbóluma. Na most miköze, kérdem én, te is megkérdezed, miköze a tojásnak a nyúlhoz? Na, mi? Az égvilágon semmi, mit gondolsz? Jó pofa vagy, mind a kettő a termékenységet szimbolizálja, és ezért bepuposztították magukat. A locsolkodás, hát az is arról szól, érted? A locsolkodásnak van egy egyházi része, amikor ugye az asszonkákot rimánkodtak, érted, a Krisztusnak a sírjánál, tudod, amikor föltámadt Krisztus, akkor a római katonák, hogy lenyugodjanak. Sanyi, ne menetelj el! A római katonák fogták magukat, és a nőcskéket, amikor pif, lelökték vízzel, hogy ezért nyugodjatok meg, és ez volt az egyik része a locsolásnak, a másik. Érted? És aztán fogja magát, és akkor locsolás, hát jó nézel ki. Na most ugye nálunk is, ugye azt mondták, hogy el ne hervadjanak, azért locsolták meg, de régebben, általában szódászifonnal mentek, tehát ez a pupos környezés, ez az elmúlt időben van, de falun, vidéken, ez a pif telibe vernek, és örüljnek, hogy nem löknek be egy patakba, azt jól megfürdetnek, hogy élegyél már, térjél már magadhoz. És általában az eladó sorba lévő lányokat, tehát a fiatal menyecskéket, hát az ott anyukám lovettel, mert az öreg asszonyt is belököd a patakba, jól nézel ki. Úgyhogy ennyi a népszokás meg. És tudod, miért festik pirosra a tojást? Mert az Krisztus vére, és egyébként ilyen népi, a magyaroknál egyébként népi motivumokat, meg virág, meg ilyeneket használtak. Hát édesem, ennyit tudjál, megyek haza, ennyi volt a Balaton, nekem de azért úrva szép, nem? Nézed már meg, na tak. A tojásról most már mindent tudol, a nyúlról megint csak mindent tudol, hogy jó szapora, ezért termékeny, a locsolásról mindent tudol, hogy fölocsoljanak, értem, már öreg asszonyt is meglocsolják, ha kő, hanem kölni víznek ennyi, úgyhogy kész. Húsvét szigeteknek szájé, ja, és a húsvét szó eredetét is megtudtad, anyukám, húsvét veszed magadhoz, és takasonkára. Jó van, élvezzel.